A Kolozsvári Történeti Múzeum egy igen régi és régészeti szempontból nagyon értékes kiállítással lepte meg látogatóit. Az üvegbúrák alatt valójában két római kori viasztábla látható, amelyeken egy időszámításunk szerint 162-ben kötött hitelszerződés olvasható. A szakemberek szerint igen helytelenül íródott latin szöveg értelmében bizonyos Julius Alexander üzletember 140 dinár kölcsönt vesz fel az Aduenna Batonis nevű illír származású személytől. A szöveg azt is hangsúlyozza, hogy a megadandó pénzösszegre kamatot is felszámolnak. Így azon kívül, hogy ez a Románia területén talált első írásos emlék, az is elmondható róla, hogy azon első hitelszerződések közül való, amely valaha megköttetett ezen a vidéken. A Kolozsváron most kiállított 14x9,5 cm-es két táblácska egy triptihon része, amelyeket 1855-ben találtak meg a Szent Katalin tárnában. A harmadik táblát a Balázsfalvi Múzeum őrzi. A mindennapi célokra használt, viaszozott fatáblácskákból a 19. század második felében és a 20. század elején többet is találtak Verespatakon. Az adásvételi szerződések, hitelszerződések, bevásárlólisták, jegyzőkönyvek élénk kozmopolita kereskedelmi életről tanúskodnak, a szövegek a latin, az illír és az ógörög nyelvek hatását tükrözik. A Balázsfalvi, a Nagyenyedi, a Gyulafehérvári, a Budapesti és a Berlini múzeumok is őriznek verespataki viasztáblákat.